Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt a Kék Óceán Podcast legújabb adása. Én Szabó Viktor vagyok, és több mérföldkőhöz is érkeztünk, ugyanis ez a podcastnek így a második évad első része, és bizonyára az egyik mérföldkövet már így hallhatjátok, ugyanis hangminőségben picit ugrottunk egy szintet, a másik pedig a címbe is ott volt, ugyanis itt az első vendégünk itt a stúdióba, Hőna Dávid, úgyhogy üdvözöllek itt a podcastben. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Kezdetnek így első témának így arra gondoltam, hogy feleleveníthetjük így az első találkozásunkat, ugyanis az is ide a Kultusz Digitálba köthető, és nem tudom, te mennyire emlékszel erre. Fú, most megfogtál. Fogalmam nincs, ne haragudj, nem emlékszem. Mert akkor voltam először stúdiózni, és te voltál, aki így elkísért idáig. Wow, igen, most már rémlik valami, de ez nem ma volt. Kb. 8 évvel ezelőtt lehet. Igen, így már emlékszem. Akkor vettem fel ugye az első dalomat, ami ezt klip is forgott, és ugye azt is veled forgattuk. Így van, most már megvan minden. Jó rég volt, durva, hogy ennyi ide ismerjük egymást tényleg. És pont, ahogy pont meséltem is Zsoltinak így az adás előtt, hogy az is egy ilyen mérföldkő volt, hogy első stúdiózás, és most megint egy ilyen mérföldkő van, hogy első ilyen komolyabb podcast felvétel, úgyhogy mindkettőnél itt voltál, és mindkettőt itt csináltuk, úgyhogy... Na hát remélem a következőnél is ott leszek, bár nem tudjuk mi lesz az, de bízom benne. Így első témának ugye, ami így veled kapcsolatos, és általában sok embernek szerintem az szokott így elsőre beugrani, az ugye a sport, és ugye ezt nem gyűjtöttem annyira össze, mert ehhez annyira nem értek, úgyhogy így pár szóba egy összefoglalhatnád, hogy milyen elismeréseid voltak, vagy mi volt így a csúcsa ennek az egésznek? Hát 7 évesen kezdtem vízilabdázni, akkor beleszerettem már az egészbe, és akkor eldöntöttem, hogy én nagy vízilabdázó szeretnék lenni, és szerencsére ez sikerült is, úgy ahogy, bár olimpiát nem nyertem, és a válogatottságig is csak utánpótlás szinten jutottam, de azért nyertem 3 magyar bajnoki címet, egy magyar kupát, és mellette voltak több második, illetve harmadik helyezések, és ami még nagy büszkeség, hogy van egy BL harmadik helyem is, úgyhogy így szépen azért azt mondhatom, hogy elég sikeres vízilabdás karrierem volt, most már volt. Akkor így a sportrajongók helyre tudják rakni, hogy ez mégis mit jelent. És ha jól tudom, egyébként a baráti köröd egy szerintem jelentős része is innen van. Hát pontosan ez valamilyen szinten adja magát, mivel amíg vízilabdáztam, több időt töltöttem az uszodában, mint otthon, mint a feleségemmel, úgyhogy valamilyen szinten a csapatod, a családod. Úgyhogy ez teljesen természetes, hogy onnan kerülnek ki barátaid. És így most már érzed a végét, mert ugye pont beszéltünk erről, hogy még nem, mikor abba hagytad most nemrég, hogy még nem érezted azt, hogy vége van tulajdonképpen? Igazából még nem, mert annyi teendőm van, hogy nem is tudtam erre gondolni. Vissza fogok járni a srácokhoz, és már szólnak is nekem, hogy nem ezt ígértem, hogy most fogok csak visszamenni, de egyszerűen annyi munka van szerencsére, hogy még nem volt időm, de nagyon tervezem, mert egy picit már érzem a mozgás hiányát, de még szerencsére leköt a munka annyira, hogy nem volt időm, vagy nem tudom, hogy ez szerencse, vagy nem, de az a jó, hogy van dolog. Szóval már picit hiányzik, de tényleg vissza fogok térni edzés szinten, de az, hogy meccseim legyenek, azt már biztos, hogy nem fogom vállalni, mert az már túl sok lenne. És így, ha összefoglalnád így pár gondolatba, hogy mi az szerinted, amit a sport így megtanított, így a, mert ugye mivel nagyon kicsi voltál, amikor ezt elkezdted, így tulajdonképpen így a személyiséged része szerintem így maga hát, a sport. A sport azért nagyon sok mindenre megtanított. Nyilván az, hogy kitartó legyek, legyen akaraterőm, rengeteg lemondással járt, ezért egy másik élet színvonalat éltem, mint akár a korombeli társaim, szóval mi nem bulisztunk annyit, nem mentünk el így-úgy, iskola után mi nem csavarogtunk, hanem edzésre mentünk, úgyhogy egy ilyen tudatosságot is adott, mind az akaraterő mellett, mind a kitartás mellett, meg hát persze fizikumot, és tök jó dolog volt, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, úgyhogy a sport azért tényleg nagyon jó dolog, és örülök, hogy az életem része volt. Én amúgy egy ilyen nagyon jó példát szedtem, hogy ugye például a sportnál ott úgy van, hogy nincsenek ilyen hamis
hamis elismerések, tehát nem tudsz olyan díjat kapni, amit nem, amiért nem dolgoztál meg mondjuk, vagy nem érdemelted ki. Plusz ugye egy olyan dolgot írtam még fel, hogyha ott bedobsz egy gólt, nem tudom, hogy gól van-e. Szóval mondja, ha egy gól bemegy, akkor bemegy. Hogyha nem megy be, akkor nem megy be. És tulajdonképpen a mostani szakmádban is ez van, hogyha felveszel egy snittet, akkor az megvan, ha nem vetted fel, akkor az nincs meg, szóval ez így ilyen párhuzamot lehet vonni. Hát tulajdonképpen igen, de ez a gól téma azért néha vicces, mert van olyan, amire te azt mondod, hogy gól volt, a bíró meg nem úgy látja, úgyhogy nem ennyire exakt a dolog, de egyébként van benne hasonlóságos tény. Jó, hát igen. És a következő, ami így szintén meghatároz téged, és az is nagyon fontos, hogyha így nincs több gondolatunk a sportról, hogy a zenei karriered, és annak is a kezdete, hogy az vajon hogy indult, azt még én sem tudom egyébként. A sport mellett rengeteg zenét hallgattam, sőt volt, amikor meccsek előtt is, és nagyon éltem régen ezt a Gangsta Zoli, Subway Monster korszakot, és egyszer csak rám jött egy hogy ezt lehet, hogy én is tudnám csinálni, vagy nem, és szembe kerültem azzal, hogy egyszer csak verseket írtam akkor még régen otthon, meg az iskolában, és utána így valahogy így ez a zenébe így átment, és kitaláltam, hogy jó, hát akkor megpróbálkozom én is ezzel, és otthon még volt ilyen dupla kazettás sztoring, mert édesapám és édesanyám is zenész, úgyhogy a idézőjeles technika otthon erre megvolt, és kitaláltam, hogy hú, hát akkor én ezzel megpróbálkozom, és vicces, mert akkor még szembe jött velem a hip-hop DJ, ami nagy zeneszerző dolog volt, mert szempelőket kellett egymás után rakni, úgyhogy akkor elhittem, hogy hú, mekkora zenét írtam, de hát ezt tudjuk, hogy ez nem igaz, na mindegy, úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálok erre felvenni valamit. Rányomtam valami borzasztót, és nagy büszkén megmutattam, hazajött édesapám, meg édesanyám, megmutattam, hogy nézd, fater, mit csináltunk, tudod, hogy meghallotta. Úgyhogy tanszékvezető a zeneakadémia, és azt mondta, hú, fiam, hát ez nem így kell. És azt mondja, na gyere, megmutatom, mutasd a zenét, és ott a nappaliba elkezdett nekem reppelni, nézd, ezt így kell, meg így, meg úgy, meg így. Így néztem, és akkor így teljesen beleszerettem ebbe az egészbe, úgyhogy otthon elkészítettem az első lemez, hát lemeznek nem mondható, hanem ilyen valamit, és de rengeteget segítettek a szüleim, utána már elkezdtem én ilyen autodidakta módon zongoránál zenét szerezni, mert azért csak pötyögök, stb. Szóval nem tudok igazából. Úgyhogy letettem ezt a hip-hop DJ-es dolgot, és én magam saját dallamokat kezdtem el csinálni, az is egy ilyen újabb szerelem volt. És akkor így szépen lassan kialakult ez az egész, teljesen elvarázsolt, elvitt ez a világ. És ez időbe kb. Időben, hány éves lehettél mondjuk, nem is az? Időben, kérlek szépen, ez a középiskola eleje körül lehetett, olyan 14 körül voltam, és akkor szerettem igen bele ebbe az egészbe. Az első szövegem egyébként pont az iskolában íródott tanulás címmel, úgyhogy ez is ilyen vicces dolog. Azt mondtad, hogy zongorázgattál, de hogy tudsz játszani más hangszeren is? Vagy nem. Csak a zongorán is ilyen alap? A zongorán is alap, szóval azért én nem mondom, hogy tudok, mert inkább csak elpötyögök, meg ott írogattam a dalaimat, de hát ilyen komoly dolgokat azért nem tudok. És még olyan kérdés, hogy igazából mi inspirált erre az egészre, mármint hogy elkezd. Mármint az oké, hogy tetszett, de hogy volt valami a mögött, hogy... Igazából igen. Első körben az, hogy ugye a Subbase-nak teljesen beleszerettem az akkori lemezeibe. Ez volt az egyik, a másik meg nyilván hát a akkori nagy szerelmem. Volt, amikinek elég sok dalt írtam, de ami miatt folytattam és csináltam ezt az egészet, egy akkori volt csapattársam, szenvedett egy autóbalesetet, egy iszonyat tehetségről beszélünk, megírtam az Életed nem játék című dalt, ezt is még otthon vettem fel, és ez is már egy saját alapra készült, amit egy jó barátommal együtt készítettünk, ő egyébként zongorista, és akkora sikere lett, hogy az uszodában mindenki ezt hallgatta, és mindenki a kocsiban üvöltette, meg láttak, utánam kiabálták, hogy úristen, ez mekkora dal lett, stb. És nem is gondoltam, hogy ekkora sikere lehet, amikor megírtam, mert igazából ezt nem úgy a közönségnek írtam, hanem annak a volt csapattársamnak, mert nagyon, nagyon szeretem, mind a mai napig. Szerencsére nem lett baja, de ne semmi komolyabb. Úgyhogy akkora sikere lett ennek a dalnak, hogy akkor gondoltam arra, hogy akkor meg kéne próbálni a stúdióban.
és ekkor jöttem el életemben először a Kultus Digitálba, innen is üdvözlöm a hangmérnököt a túloldalon, és az a vicces, hogy akkor megcsináltuk ezt a dalt, Anonym MC révén jutottam el ide egyébként, mert az ő zenét is akkor már nagyon szerettem, és valahogy így viccesen kapcsolatba kerültünk. Ráírtam, akkor még MSN volt, vagy azt hiszem az. Az MSN. Senkinek nem válaszolt, nekem meg igen, így tökre megőrültem, úristen válaszol, jaj, de jó. És lefoglaltam egy időpontot a Zsoltinál, tökre megőrültem neki, hogy jó, ez de izgalmas, emlékszem, egy december 6-ai Mikulás nap volt, nem is tudom hányban, jó rég, nagyon sok évvel ezelőtt, és egyszer csak csörög a telefonom ismeretlen számán, mondom, háló, tessék, hőn a Dávid, szerintem, szia, Anonym MC vagyok, tudod, így lefagytam, mert az ő zenét hallgatom, mondom, szia, tessék, figyelj már, lemondtam a keddi időpontot, és vissza akartam kérni, de te már azt lefoglaltad, hogy zavarna elmennék veled, tudod, és így úristen, így magamhoz se tértem, mondom, úristen, álmodom, és akkor együtt jöttünk el először a Zsoltihoz, úgyhogy így egy ilyen, nem elég az, hogy életemben először voltam stúdióban, óriási élmény volt, hanem még eljött velem az akkori nagy példaképem, akinek a zenét hallgattam, hát ez fantasztikus érzés volt, úgyhogy mind a kettő csodálatos dolog volt. Tehát akkor te is találkoztál viszonylag hamar azzal, akit hallgatsz. Igen. Ez tök durva egyébként, én is így voltam ezekkel, hogy akiket hallgattam, azokkal már így nem csak hogy találkoztam, hanem dolgoztam is együtt, és így tök durva volt utána így, vagy ha most így visszagondolok, hogy... Hát igen, a plusz, ami még nagyon jó élmény volt az, hogy nagyon kevés emberrel csinált közöst Anonym, és én egyszerűen, hát úgy mit veszíthetek alapon, megkérdeztem, és belement, és így tudod, ez a úristen, és az a mai napig bárki felismer, vagy bármi, akkor rögtön azt mondja, hogy csak lazán az, hát, úgyhogy akkoriban az nagyon ment, és ennek annyira örülök, úgyhogy tök jó. És az első klip, az melyik dalhoz forgott, vagy az hogy jött? Hát az első klip, az... csinálgattam a zenét, tök jól nyomtam ezt az UG vonalat, nagyon szerettem, de aztán jött a Fluor Tominak ez a Mizu korszaka, és így mondom, fú, ment a tévében minden, na mondom, most ez megy, na várj, akkor csinálok én is egy ilyen nótát. Megírtam a zenét, eljöttem a Zsoltihoz, hogy na, akkor vegyük fel a dalt, tudod, így először így nézett a zenére, hogy az alapra, mert hát ugye nem ezt szokta meg, de hát az, hogy végül is nem rossz, hát nézzük meg, elnyomtuk a nótát, megcsináltuk, tök jó, akkor elhittem, hogy na ezzel majd akkor még ment a Viva TV, hogy na majd itt most berobbanok és kész, és én, hát ha neki sikerült, akkor nekem én is sikerülhetne alapon. Tudod, elhittem, akkor még hát fiatal voltam akkor is, hogy enyém a világ, na nem baj, hadd szóljon. És akkor forgattunk hozzá egy klipet, életem első klipje volt, nagyon izgalmas dolog volt ez is, hát akkoriban még ez nem ment. Mikor volt ez, úristen, az idejét se tudom. Hát, én se pedig ezt külön kiírtam, mert ez egy... Hát, megmondom őszintén, nem tudom, de egy 10 éve biztos, úgyhogy akkoriban még nem volt ez, hogy mindenkinek klipje van, 10 vagy 8, nem tudom pontosan, a körül, és ez hatalmas dolog volt, hogy klipje lehetett akkor bárkinek, úgyhogy nagyon örültem, nagyon nagy lelkesedéssel vágtam bele, tök jó volt, elkészült minden, és utána, amikor kiraktam, kommenteket kaptam, meg olyan visszajelzéseket, hogy nem erre számítottam. Hát az eddigi közegem, vagy hallgatótáborom, az nagyon-nagyon megrökönnyödött, hogy mi ez a popos vonal, úgyhogy ezt a vonalat úgy utána hagyta, anyagoltam, és akkor visszatértem a rég szeretett ilyen hip-hoposabb, rappesebb témákhoz. Amúgy ezt nem gondoltam, hogy ez volt az első, mert ezt én ugye a negatív hullám miatt gyűjtöttem ki, meg amúgy én azt szeretem azt a dalt, azt szoktam hallgatni. Vicces, mert a csapattársaim a mai napig azt éneklik, meg azt kérték tőlem. Voltam egy csapattársam esküvőjén, hogy azt a dalt adjam elő, ők üvöltve éneklik. Szóval igazából nem értem, mert egy énekelhető, szerintem tök jó kis dal, csak nyilván nagyon más volt, mint amit addig csináltam, és emiatt volt az, hogy inkább ezeket a negatívokat kaptam, viszont a csapattársaim üvöltik a mai napig, úgyhogy ez tök jó, meg gondolom, vannak még így ezzel páran. Hát én is szeretem, meg amikor mama szokta mondani, hogy megy a klubba, mert hogy van ilyen nyugdíjas, mindig eszembe jut, hogy a klubban mindig most itt szabad a helyem, úgyhogy... Hát, igen, az egy egyszerű énekelhető szöveg, nyilván ez kellett, de
de annyira nem talált be, se baj. És szerinted, ha most jönnek ilyen hasonló korszellembe dal, azt vajon hogy fogadnák az emberek? Biztos, hogy jobban, mert akkoriban ez egyedül a Fluornak meg az SP-nek jött be, most már nagyon e felé ment a világ, úgyhogy szerintem talán most jobb fogadtatása lenne, de nem biztos, hogy tőlem, szóval az a vicces, hogy tőlem nagyon mást várnak a hallgatók, és pont nemrégiben raktam ki egy új klipet, ami saját zene, és amit te vágtál egyébként, utólag is köszönöm, és az a vicces, hogy olyan kommenteket kaptam, hogy légy szíves, hogy jön, csinálj már több zenét, mert ebben több érték van, ezért jövök fel YouTube-ra, szóval így még én magam is megdöbbentem, hogy tényleg ennyire elment a világa felé, hogy már tényleg az egyszerűbb zenék mennek. Nem lesz szólva, mert én is hallgatok közülük rengeteget, csak van, akinek meg ez nem jön át. Úgyhogy nagyon örültem ezeknek a dolgoknak. Tök jó. Hát persze, hát szövegileg te még mindig úgymond underground maradtál, tehát hogy nem ezeket a mainstream témákat tolod, hanem azt, ami így jön hát még mindig. Megmaradtam annál, inkább ez vagyok én, ez a melankólikusabb vonal, egy kicsit mélyebb tartalommal. Valahogy ezek visznek el, ezek a zenét, zenék, hogyha meghalok egy alapot. Úgyhogy inkább ez vagyok én. És így most mi motiváltat most a napokban, hogyha mondjuk készül egy zene, akkor mi a motiváció, vagy van-e már ilyen motiváció mögötte, hogy miért készül mondjuk egy dal? Vagy igen, már elkap a feeling. Sajnos kevesebb időm van már zenélni jóval, viszont pont most a napokban Góré barátom írt egy zenét, kirakta Instagramra, és meghallottam, és ráírtam, hogy úristen, szabad még az alap? És mondta, hogy persze, hát a tiéd. Ó, mondom, nagyon szépen köszönöm, és hogyha elkap egy alap, vagy egy bármi, akkor így megjön a feeling, néha rám jön, mert rengeteg zenei alapom van egyébként még otthon talomban. Úgyhogy igazából így nem tudom, ha néha rám jön, és van időm, akkor így írok valamit. Rengeteg félkézdalom van. Van egy kézdal is, ami már, úristen, szerintem kész van 2 éve, és szerintem egy nagyon erős nóta lett, csak egyszerűen még nem volt hozzá idő forgatni a saját cucchoz, de most talán, tényleg most mindig ezt mondom már évek óta, de most talán lesz idő rá. Egyébként a J-Boy és Craig barátom közreműködik benne. Oh. Egy pár ember már hallotta a nótát, nagyon, nagyon erős dal lett szerintünk. Úgyhogy tényleg, hogyha leforgatjuk már, akkor kidobjuk. Csak klip nélkül szerintem nem lenne érdemes. Hát mire kijön az adás? Lehet, hogy kijön az. Hát egyébként bízom benne, hogy még 2020-ban ezt meg tudjuk csinálni, jó lenne. Ja. Akkor így, mivel mindig csak akkor nyomadtad tulajdonképpen a zenei témát, amikor így jött, akkor ilyen alkotói válságot sose volt. Vagy volt olyan, hogy le akartál ülni mondjuk dalt írni, és így? Volt, de nem a szöveggel valahogy sose, mert azt mindig akkor csináltam, amikor feeling volt, hanem amikor zenét írtam, akkor voltak, hogy így szerettem volna kihozni egy érzést magamból, vagy egy hangzásvilágot, vagy egy olyan dalt, ami éppen bennem volt, és a zeneírás nem volt, hogy megakadtam nem egyszer, de szövegírásnál soha. És most így, ha így visszatekintesz, akkor mi volt így a karriernek úgymond a csúcspontja, az eddigi csúcspont, mert még lehet több csúcspont is, de hogy így az eddigi, amikor így aktívabb volt az időszak. Nem tudom, hogy lehet-e még csúcspont, mert azért eléggé háttérbe szorítottam a zenét, most már átment tényleg a hobbi irányába, de hát ki tudja, mit hoz a jövő, sose tudhatjuk. A csúcspont talán hogyha mind nézettségben, mind korszakilag nézzük, amikor Heki barátommal elkezdtünk közösen zenélni, és megcsináltuk az első 2 nótát. Mind a 2 úgy beütött, főleg a második, a Lehull az árac, amiben Galambos Marietta is énekel, hogy a mai napig éneklik és pörgetik, és elég szép számot ért el a YouTube-on is. Hogy akkor kezdtek el minket meghívni 1-2 fellépésre, úgyhogy talán azt a korszakot mondanám, utána ugye megalapítottuk a közös csapatunkat Hekivel, az Ez a beszédet, és talán akkor is még hívogattak fellépni, úgyhogy ezt a korszakot mondanám talán a legsikeresebbnek. És vannak itt még díjaid is.
Azokra is gondoltam, vagyis egyről biztosan tudok. Igen. De nem tudom, hogy több volt-e. Most melyik díjra gondolsz? Volt a Karinti. Igen, igen. Hát az a második klipem története egyébként. Igazából az nem zenei díj volt, hanem amikor kapcsolatba kerültem ezzel az egész klipezéssel, akkor az első klip, amit én vágtam meg, az nyert egy filmfesztivált, és egyen pedig második helyezett lett. Úgyhogy ja, az elég jó sült el. És ja, a rap karrierben így ilyen elismerések, vagy, hát, a vagy rap valami, karrierben... amit így lehet hívni elismerésnek? Az... Hát igazából semmi. Max, ha egy-két nézettséggel tudok előrukkolni, de ott nem igazán kaptam. Kaptam a bátyámtól, meg a feleségemtől ilyen kamuaranylemezt, úgyhogy azt annak tekintetik. Olyan nekem is van. Ki van a mai napig a falon, úgyhogy talán az... És még a mai napig nincsenek fent Spotify-on a dalok, meg az ilyen streaming szolgáltatóknál. Fenn volt. Igen? Igen. Spotify-on is, mindenhol. Csak nem intéztük, hanem egy cég. Megállapodtunk, hogy milyen százalékba kapjuk belőle a pénzt, stb. Abból egy forintot nem láttunk, úgyhogy le is kerültek a dalok. Nem mi töltöttük fel, nem hiszettük le. Terve van, mert egyébként többen kérdezik tőlem, hogy miért nincs Spotify-om, stb. Terve van, hogy ezt is megcsinálom, de ez tényleg már az utolsó lépés lesz a felé, hogyha lesz idő, mert előbb inkább kikéne a dalokat, úgy nehéz felrakni Spotify-ra, ha nincs mit. Jó, mondjuk, ha magadnak csinálod, akkor kicsit ilyen macerás, mert mindent neked kell kitöltögetni, meg hát, hogy ne, nem is biztos, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni. Van erre egy ember, aki ezt meg tudná csinálni, de majd ez is nagyon a jövő zené. Igen. És ha már itt tartunk ez a beszédnél, mert ugye azt is mondtad, említetted az előbb, hogy az hogy alakult? Nagyon vicces történet ez, és úgy látszik, hogy itt a zenei karrieremben a véletlenek az nagyon sokat dobtak. Felvettünk, rám írt egy sportoló srác, hogy írjak neki egy indulót, egy bunyós srác. Tök jó, megcsináltuk, felvettük, eljöttem Zsoltihoz, megcsináltuk, nagyon szép minden, elküldtem a srácnak, ez lesz a bevonuló, minden. Majd láttam, hogy Heki akkor már nyilván a zenei világban mindenki követ mindenkit, láttam, hogy Heki kirakott egy izét, hogy XY-nak csinálja a bevonuló zenéjét, itt volt épp a stúdióban Zsoltinál, és így néztem, hogy várjál már, hát én ezt már megírtam, kész a dal. És akkor felhívtam Zsoltit, mondom, figyelj már, légy szíves, adnál meg a Heki telefonszámát, mert szeretnék tőle kérdezni valamit. Kérdezte Zsolti, mi a baj, elmeséltem neki a történetet, azt mondja, úristen. Na jól van, hív fel a Hekit, beszéltem vele, elmeséltem neki a történetet, azt mondja, na ne szórakozz, hogy ilyen történt. Azt mondja, ez nagyon kellemetlen, ez borzasztó. Mindegy, elbeszélgettünk a sráccal, hogy ez mégis hogy. Nem részletezném a történetet, így ismerkedtem meg Hekivel, és ha már úgy telefon végre kaptam, azért megkérdeztem, hogy figyelj, mert egy közös nótában nem lennél benne? Azt mondja, dehogy nem, hát ő örült a felkérésnek, nyilván én is örültem, hogy elvállalta, de ilyen tök kölcsönös volt a dolog, úgyhogy így alakult a mi barátságunk kezdete. Nagyon vicces ez is véletlen. Ez mondjuk jó, hogy nem rögtön egymásnak estetek, hanem kialakul így valami ja, más emberek abszolút hatására. De meg így tudod, rögtön egy hullám hosszon voltunk, szóval már az első közös stúdiózásnál látszott, hogy tök jó. Aztán utána nyilván lett még egy közös dal, és akkor kitaláltuk, hogy milyen lehetne közös lemez, és akkor legyen már egy közös nevünk is, a többi meg már történelem. És azóta is jóba vagytok, meg jó hogyne, barátok vagytok. Hogyne, a mai napig. Tök jó. És egyébként milyen, tehát hogy most azóta, mióta ezek megtörténtek, ugye egy csomó híres ember, vagy viszonylag híres embernek, nem tudom, hogy ki honnantól számít híres embernek, de hogy viszonylag ilyen nagy emberekkel dolgoztál együtt, vagy közreműködtél, vagy ilyesmi, és hogy éled meg ezt, hogy milyen dolog mondjuk híres embereket ismerni? Vicces ez a dolog, mert igazából nem tudom azt, hogy először, amikor nem ismerek valakit, akkor nagyon megörülök neki, hogy úristen, XY, mennyire ismert, és a többi, és de jó, hogy dolgozunk, viszont amikor már dolgozunk együtt, akkor ez egy percig nem jut eszembe, hogy úristen, ő az XY, hanem így meg ugyanolyan, mint bárki más, és általában
tök sok kellemes élményem is van ebből, hogy kialakul egy kép valakiről, akit nem ismerek, és akkor dolgozunk együtt, és ilyen de jó fej, meg minden. Talán nincs is olyan ember, akire azt mondanám, hogy nem jó fej, mert így mindenkivel valahogy így megvan a közös hang, és tök jó együtt dolgozni, bár zenei téren, bár forgatás, bármin. És voltál egyébként ilyen nagy rajongója bárkinek? Nem magyarok közül, hanem így régen mondjuk külföldi előadóknak? Vagy? Hát persze, hát a Eminem akkor nagyon ment, nyilván Dr. Dre a mai napig meg vannak a lemezeik, és pörgetem, úgyhogy hát nyilván az a korszak együtt járt velük, szóval aki rap zenével foglalkozik, vagy hip-hoppal is őket nem hallgatta, azt szerintem az nem is igaz. De akkor itthon gondolom már nincs nagyon olyan ember, aki így ezt a rajongói szintet mondjuk meg tudná egy picit is jutni. Hát nem is rajongói szint, de van, akiket még nem úgy ismerek, hogy is találkoztunk már egyszer vagy kétszer, de még nem dolgoztunk együtt, szóval még mindig megvan ez a pici, hogy ők a híresek, stb. Van egy-két ilyen ember, van, akiket nagyon szeretek, remélem, hogy egyszer eljutok odáig, hogy dolgozhatom velük is. Na majd erre még később úgyis visszatérünk erre a kérdéskörre, viszont van még egy kérdésem így a zeneipar kapcsán, hogy ugye sose volt egy olyan pillanat, amikor úgy arra gondoltál, hogy most már eleget fizettem a stúdiót, eleget lapátoltunk ebbe pénzt is, hogy most már ideje lenne visszapörgetni kicsit a pénzt. Valahogy nem. Idáig sose jutottam. Nyilván minden előadónak az az álma, hogy majd ebből pénzt kereshessen és feléphessen, de akkor még igazából gyerek is voltam, szóval valahogy így nem is ez jutott eszembe, hanem iskola mellett volt egy kis porolt pénzem, akkor egyből stúdióra költöttem, nem is volt kérdés, hogy mire költsem. Nyilván jó lett volna, ha visszajön belőle valami, de ez eszembe se jutott, akkor csak csináltam, mert imádtam. Utána, amikor vissza elhívtak fellépni, vagy valami, és visszajött belőle, azt is beleforgattam új dalok készítésébe, szóval igazából nem ez motivált, és eszembe se jutott, azért csináltam, mert szerettem ezt az egészet. Ez mondjuk jó, hogy megmaradt ilyennek, nem lett belőle ilyen kényszer, hogy muszáj csinálni. Hát és... igen. Nyilván, hogyha máshogy sül el, és én is ilyen nagy felkapott zenész lennék, stb., akkor lehet, hogy más irányba ment volna el ez a dolog, de nem jutottam el erre a szintre, úgyhogy még mindig megmaradt szerelemnek az egész dolog. És hogy most így túl vagyunk a zenei részen, jön a videós rész, ami kb. Már így a jelenhez közelítünk. Mi volt az első videóklip, amit forgattál? Nem is a forgatás, hanem itt térnék vissza a kliphez, ami nyerte a díjakat, ezt a kettőt. Az első klipem után jött egy felkérés a színiskolán, volt két ismerősöm, egyik csapattársam volt, egy hölgyel pedig akkor ismerkedtem meg, és az volt a vizsga feladatuk, hogy egy vershez kellett filmet csinálniuk, és megkérdezte a Csajci, hogy ő azt találta ki, hogy mi lenne, hogyha ezt én ezt a verset megzenésíteném, és elrepelném, illetve énekelném, és mondtam, hogy tök jó, hát miért ne? És azt mondja, hogy cserébe pedig kapsz egy ilyen klipet. Hát mondom, úgy de király. És akkor megcsináltuk ezt a dalt, tök jóra sikerült egyébként, leforgattuk a klipet, és utána megvágták, úgy tök jó, nagyon jó, akkor örültem neki, akkor is még ez a régi korszak volt, amikor még klipje nem úgy volt mindenkinek, mint ma. És volt benne egy főszereplő lány, aki nem járult hozzá, hogy ez a verzió kikerüljön YouTube-ra, és véletlenül nálam volt a nyersanyag, mert ott felmásoltuk ilyen biztonsági szempontból, és mondom, hát akkor kipróbálom ezt a vágás dolgot, biztos menni fog ez nekem, és akkor így tudod, így őristen, mibe másztam bele, de annyira élveztem már az elején ezt az egész vágást, hogy így szívtam magamba a tudást, és imádta minden egyes pillanatát, és elkészült az első klip, két hétig vágtam, hát tudod, azt se tudtam, mihez kell nyúlni. Nagyon vicces volt, de olyan lett, hogy így élveztem visszanézni, főleg még saját cucc is volt. Nagyon jó. Kiraktuk, megnyert egy filmfesztivált, egy a második helyezett lett, és így úristen, de jó érzés volt, és akkor mondták, hogy hát valószínűleg van ez érzéked, úgyhogy csinál csak. Vicces volt, mert akkor még szüleimnél laktam, és így megy a háttérben
édesanyám főzött a tévé, és így meghallja, hogy megszólal a számom a tévében, és így azt mondja, a gyerek bekapcsolva itt a számítógépet, és így oda megy a tévéhez, és így ő látja, hogy úristen, hát ez díjat nyert, és én nem is tudtam róla, hanem ő mondta, és utána hívtam a csajszit, hogy azért azt mondja, hát igen, mondom, jó, kösz, hogy szóltatok. Na mindegy, ez is egy másik történet, és akkor mondták, hogy hát úgy néz ki, hogy van érzéket hozzá, hogyha szereted ezt, akkor folytasd, meg csináld, és de hát akkor még nem volt semmi. Tényleg egy csak annyi, hogy volt édesapámnak régen videózgatott még ilyen VHS kazettákkal is, volt egy állványa, úgyhogy az állvány is megvan egyébként, de mai napig tök cuki. Annyi, és de nem volt semmi, úgyhogy ekkor szerettem bele ebbe az egészbe. És ott elhatároztad, hogy akkor most ezzel fogsz foglalkozni, mert akkor még egyébként nem sokan foglalkoztak. Tehát nem az volt, hogy bementél egy boltba, megvetted a kis kamerát, a kis izét, és akkor már rögtön YouTube-ra csináltál egy fiókot, és töltötted fel a videóklipet, hanem nem volt még így elterjedve. Hát pontosan nem határoztam el, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, hanem egyszerűen csak beleszerettem az egészbe, és akkor még az leges-legelső projektünket a Színi iskolás két ismerősömmel csináltuk, Angelnek forgattunk egy klippet, és így nem volt annyira nagy az összhang, úgy volt, hogy én vágom majd, nyilván ott voltam a forgatáson, és így valahogy így nem annyira éreztük egymást, és akkor ez a felállás így abba is maradt, és akkor a következő klipet meg már egy másik cimborámmal együtt csináltuk, aki egyébként a mai napig kollégám, és együtt járunk esküvőkre felvenni, illetve hogyha más dologhoz kell két operatőr, úgyhogy vicces, hogy ő meg megmaradt ott, meg egyből meg volt az összeg, egyébként az ő kölcsönkamerájával kezdtem el, és ő segítkezett nekem az elején, egyébként pont a te klipped volt az első, amit már így ebben a felállásban csináltunk. Fú, de hát az nagyon nagy izgalom volt, hogy vajon képes leszek erre, mert ő tanulta a kollégám, Göndör Dániel egyébként ezt a dolgot, és azért segített nekem az elején elég sokat, de úgy voltam, hogy próbálom ezt megoldani, és nagyon élveztem egyébként a forgatás minden pillanatát. Mai napig szerettem azt a nótádat, meg azt a klipet, úgyhogy így alakult ki ez az egész eleje a dolog. Tehát akkor még nem is gondoltál mondjuk bele, hogy ebből majd x év múlva meg lehet élni, vagy lehet pénzt keresni, hanem csak így a szerelem vitt tulajdonképpen. Ugyanúgy, mint a zenénél, és vicces dolog, hogy eszembe se jutott, csak annyira imádtam ezt az egész világot, mind a forgatás részét, mind az utómunkát, hogy teljes mértékben elvitt. Eszembe nem jutott akkor még, hogy ebből meg lehet élni, vagy gondoltam, hogy meg lehet élni, csak hogy én így eljutok erre a szintre. Csak egyszerűen szerettem, imádtam, és vicces, hogy nem a zene, hanem ez robbant be, úgyhogy tök jó. És melyik volt így tehát a folyamatnak melyik volt a legjobb része, amit a legjobban szerettél? Tehát ha most így ki kéne emelni egyet, akkor... Talán az egyik nagyon durva pont az volt, ugye hát fiatal voltam, nem volt egy forintom se, hogy egy kolléga árulta az akkor nagyon jó kamerának számító 5D Mark II-esét, és úgy mondom, hát ezt valahogy meg kéne szerezni, de hát hogy, hát nincs pénzem rá, és akkor a szüleimnek felvázoltam ezt a dolgot, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy esetleg adnának-e kölcsön rá, mert akkor már azért csinálgattam pár klippet, és mindig béreltem, vagy kölcsön kértem, vagy stb. És jó lett volna egy picit magasabb szintre lépni, és akkor a szüleim azt mondták, hogy ennyivel megtámogatnak, de nem ajándékba kaptam, hanem azt én visszafizettem nekik az utolsó forintig havonta, és akkor meglett az első kamerám, hát az olyan boldogság volt, hogy azt el se tudom mondani, az volt az első saját kamerám, és onnantól kezdve így elindult ez az egész. Nyilván az minőségi lépésnek is számított, akkor már mögöttem volt egy pár klip, nem sok tényleg, és akkor forgattuk Gottinak a Való Világ című klipjét, ami olyan jól sült el szerencsére, hogy azt kell mondjam, hogy a mai napig nézik, és millió fölött van, és még azt mondom, hogy a nyilván bele tudnék kötni mai szemmel, de a mai napig megállja a helyét szerintem. Tényleg egy nagyon-nagyon jó kis klip lett. Nyilván ő is kellett hozzá, mert jó
nagyon jó kis dalhoz forgattunk, plusz mindent elintézett, egy filmet sikerült forgatnunk, és akkor az arra már olyan visszajelzéseket kaptam, azt már úgy arra mindenki így felfigyelgetett, hogy hoppá, azért ez elég jó. Akkor így az volt a kitörési pont tulajdonképpen? Tulajdonképpen mondhatom, hogy igen, az volt az, amire már úgy rámírogattak az emberek, hogy szeretnének velem forgatni, hogy mind stb. Úgyhogy igen, mondhatom, hogy az volt az első ilyen kiinduló pont, vagy kiugró pont. Meg amúgy így a családra visszacsatol, hogy egyébként ez tök nagy mázli, hogy művész családból jössz tulajdonképpen, és így nem azt mondták, hogy hát ez nem munka, ez csak itt játszol a kamerával, tehát hogy rögtön támogattak, és igen. Ez tök jó, és gondolom akkor azóta is megy ez a támogatás. Hogyne, hát nyilván a mostanában már ez teljesen átfordult, mert ebből élek, és látják, hogy ez tök jó dolog, meg hogy ez megérte ez az egész, de szerintem akkor még ők se gondolták, hogy ez ilyen szintig fog jutni, úgyhogy tök jó. És amúgy véleményt szoktak mondani így az új munkáról? Hogyne, sőt, amíg náluk laktam, minden egyes munkámról kikértem a véleményem, mert szerintem akiben van művészi véna, az mindegy, hogy zenész vagy bármi, azért tud akár látni is, vagy érezni dolgokat, úgyhogy minden egyes munkáról kikértem a véleményüket, úgyhogy meg is mondták, sokszor hallgattam is rájuk, és jól tettem, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, tényleg mind a zenében, mind a filmezésben, mert nélkülük ezt nem tudtam volna megcsinálni. És így a feleséged, ő mennyire szokott hozzá tenni, mondjuk, mert most ugye már nem otthon laksz. Hát igen, szép lenne a feleségem. és hogy ezt így gondolom, ő az, akinek meg tudod mutatni minden nap, mert... Igen, sokszor segít nekem, például tanástalan vagyok valamiben, mert van két hasonló snitt, és mind a kettőben van valami, ami miatt nekem tetszik, és nem tudom eldönteni, és akkor megkérdezem, hogy szerinted melyik, és akkor egy külső szem, hogy ő azt mondaná, hogy az, és én, hát mondom, nekem is inkább talán az, de és akkor így megerősít, vagy múltkor írtam egy forgatókönyvet, és így megakadtam, és bedobott egy ötletbombát, és onnan már folyt az egész, szóval múltkor meg így ültem a dal előtt, és tudod, ez nem olyan, hogy leülsz, és akkor írok egy forgatókönyvet, hanem hallgatod a dalt akár napokig, és egyszerűen így úgy voltam, hogy hú, erre nem jött még ihlet, és akkor megkérdeztem, hogy szerinted erre mit, és így csak egy mondatot mondott, és mondom, úristen, de jó ötlet, és onnan meg már jött az egész, szóval azért nagyon sok mindenben segít, támogat, úgyhogy azért ő is nagy támaszom. Ez tök jó, hogy hozzá tud mindig tenni a dolgokhoz. És mély pontod volt-e így a klippezés kapcsán? Nem, azt kell mondjam, hogy nem, inkább nem is mély pont, hanem nyilván vannak jobb meg rosszabb időszakok, de itt inkább azt értem, hogy amikor hibáztam valamit, vagy történt a forgatáson egy olyan dolog, ami az én hibám, vagy utómunkába, szóval inkább ezt mondanám, amilyen csalódásként ért meg, vagy nem is tudom, vagy amikor forgattam XY-nak, és utána elment máshoz, akkor magamban kerestem a hibát, közben lehet, hogy nem is bennem volt, de így ezeket egy picit így csalódásnak értem meg akkor, de ez nyilván ez vele járója, meg mindenki azzal csinál mindent, amit szeretne, de szerencsére azt elmondhatom, hogy ez egyáltalán nem jellemző, akinek dolgozom, az általában nálam is marad, hogyha így folyamatos munkáról beszélünk, úgyhogy ez azért nagyon jó visszajelzés, és innen is köszönöm mindenkinek, akivel eddig is együtt dolgoztam, meg dolgozom is, mert ennél nagyobb visszajelzés azt hiszem nem kell. Hát persze. És volt olyan hiba, ami még így mindig ott van, és visszamennél, és így nyakon vágnád magad, hogy ezt nem így kéne, Dávid. Hát volt, és ezekből tanultam tényleg a leges legtöbbet. Nyilván itt technikai dolgokat mondanék először, amikor éles helyzetben, mit tudom, nem egy klipforgatásnál, hanem egy esküvőn bele tudsz hibázni, vagy a segítséged, aki eljött, ő hibázott bele, és akkor tudod, ezek mind rajtad csattannak, szóval igen, mindig szerencsére lekopogom, kop, eddig olyanokat hibáztam, ami nagy hiba volt, de valamilyen szinten javítható volt, például életem egyik nagyon durva hibája volt, amit a mai napig nagyon sajnálok,
hogy életem második esküvőjére mentem, és azt már nem egyedül csináltam, és jött be a mennyasszony, tök jó a bevonulás minden, és a másodoperatőröm pedig nem a férj arcát vette a bevonulásnál, és így, mert akkor annyira extázisban voltam, egy esküvőszervező cég keresett meg egy másik rendezvényem miatt, és így annyira a saját feladatomra koncentráltam, hogy nem mondtam, hogy ő mit vegye, meg nem adtam ki utasításokat, ami ma elő se fordulhatna, szóval már olyan az összhang a Göndör Dani kollégámmal, egyébként akkor nem ő volt ott, mert pont nem ért rá, hogy így nem is fordulhat elő ilyesmi, de azt a mai napig nagyon sajnálom, és azt meg is kérdezték, hogy az miért nincs, meg nincsen, és borzasztóan szégyeltem magam, hogy ezt a hibát elkövettem, de nyilván ezekből tanul az ember, de ez csak egy volt a sok közül, mert azért volt több, csak most így hirtelen ez jutott eszembe. Mondjuk ilyen már most így nekem is volt, de azt vettem észre amúgy, hogy ezek így inkább építik az embert, mint sem. Hogyne, és így most így gondolkodom, hogy mik voltak még, de több ilyen, de nem jut eszembe konkrét példa más most, de tudom, hogy rengeteg ilyen volt, és ez tényleg ebből lehet a legtöbbet tanulni, azt mondom, hogy nyilván meg kell szerezni a kellő rutint, főleg amikor olyan forgatásokat csinálsz, ahol nem lehet hibázni, de ezekből lehet a legtöbbet tanulni, és akad nyilván jóval kevesebb, de a mai napig is van olyan, hogy van egy pici hiba, mert benne van főleg az ilyen élő forgatásokban, vagy egy esküvőbe, de ezekből muszáj tanulni, és talán ezekből lehet a legtöbbet tanulni. Szoktál még stresszelni, vagy izgulni forgatások előtt? Hát nem. Most már nem. Nagyon-nagyon ritka. Talán olyankor egy nagyon picit, amikor új dolgot csinálok, és mostanában egyre inkább ezen vagyok, hogy nagyon durván feszegetem a határaimat, inkább itt arra gondolok, hogy olyan forgatókönyveket írok, amit nem tudom, hogy meg tudom csinálni. Gondolom, hogy igen, de nagyon a határa mozgok, és egyre több ilyet csinálok, hogy tényleg meg tudom csinálni, akár szervezésbe, akár rendezésbe, akár technikailag, mert egyre többet akarok mindig, és talán ezeknél egy picit, de nem úgy izgulok, mint régen, amikor első forgatásomra mentem, vagy a másodikra, hogy úristen, meg az első esküvőmnél, hát ott komolyan hiperventiláltam, majdnem annyira izgultam, hogy úristen, egy olyan forgatásról nem lehet hibázni. De ma már ez nincs, nyilván ez rutinná válik, de hát ez... Hát igen, a sok év. Igen. És vágásnál, meg mondjuk forgatásnál is megvan még ez a flow élmény, amikor így elkezded, és egyszer csak mondjuk leülsz a géppel, és azt veszed észre, hogy leültél délbe, és akkor este 8 van. Hogyne. Tegnap is 15 órát ültem a gépnél, úgyhogy abszolút, nyilván ez annak is köszönhető, hogy szerencsére sok a munka, és csinálni kell, de nem az van, hogy ma vágnom kell, hanem akkor ma azt megcsinálom, és tök jó is, és élvezem, amikor elkészül, élvezem a vágás részét. Szóval minden egyes aspektusát, mert imádom ezt az egészet még mindig a mai napig. Egyébként megfejtettem a múltkor, így több emberrel is beszélgettem erről, hogy miért nem égtél még ki így a sok-sok év alatt. És egyébként szerintem így benne van a sport is, hogy az úgy felkészített mentálisan, meg mindenhogy, plusz az is ott van, hogy nincs időd megállni és kiégni, tehát hogy így augusztusban én is felvettem a tempódat, így eszméletlen, hogy nem is tudom, hogy te hogy bírod csinálni. Hát igen, több dolog, a sport biztos, hogy nagyon durván szerepet játszik ebben a dologban, mert a sportban is világéletemben olyan voltam, hogy az akaraterőmnek többet köszönhettem, mint a tehetségemnek, mert volt valamennyi tehetségem, de sokkal inkább az akaraterőm az, ami előre vitt a sportkarrieremben, és valahogy ebbe is azt hiszem, hogy a kitartás az, ami, hogy így nem akarom feladni, nem is szeretném, meg nem is gondolok erre, hogy már megint, stb. Hanem csak így igazából megyek előre, és visz a dolog, úgyhogy tök jó. Meg ugye még utolsó pontnak így a család, ugye a támogató család, tehát az hát is hogyne. Szerintem közre játszik ebbe, hogy még nem volt ilyen. Hogyne, hát rengeteget számít, plusz az, hogy otthon milyen a környezet, mert hogyha egy nyugat környezetben tudsz otthon dolgozni, hát az rengeteget számít, plusz, hogy az egész családom így támogat, ez tényleg hihetetlen érzés, úgyhogy
ez is benne van abban, meg nyilván az is segített az elején, ugye, hogy amíg a sport mellett csináltam ezt az egészet, hogy forgattam, mit tudom én, egy hétvégi napon, és akkor másnap lemenni edzésre, vagy két edzés között vágtam, és utána kitisztult a fejem az edzésen, szóval így a kettő együtt járt, és így tök jó dolog volt. Nyilván ma meg már nagyon átfordult az egész, és inkább többet vágok, és csak szeretnék most lejutni a srácokhoz edzeni egy picit, de még így is megvan abszolút ez a flow élmény, amit te mondtál, meg ez a imádat az egész iránt, úgyhogy tök jó. Mondjuk az is sokat segít, hogy az utómunkát is te csinálod, meg a forgatást is, tehát ez két külön, hogy mondják, tehát hogy tök mást igényel az egyik, meg tök mást a másik, ugye az egyiknél egyedül vagy otthon, vagy a másiknál meg ugye társaságban, tehát hogy így a kettő ki egyensúlyozza egymást. Abszolút, és én ebbe valamilyen szinten hiszek, nem abban, hogy egyedül kell csinálni, félre ne érts, hanem az, hogy hanem minden az egészet, hogyha mit tudom én álmodom meg, és utána nem is az, hogy én forgatom le, hanem ott leforgatjuk együtt, akár veled, akár mással, megcsináljuk azt az egészet, de az, hogy része legyek minden egyes aspektusának, szerintem az nagyon-nagyon fontos, mert így sokkal könnyebb, csinálok olyanokat, amikor nem tudok elmenni egy helyszínre, mert éppen máshol forgatok, hogy elküldök ugye más kollégámat, hogy akkor vegye fel, és sokkal nehezebb úgy ráhangolódnom egy anyagra, hogy nem vagyok ott a helyszínen, hanem át kell néznem, mert úgy nincs meg az, hogy nem is az, hogy tudom, hogy mi történt, hanem úgy az egész élmény, nem tudom átvenni az egésznek a hangulatát, úgyhogy azokat az anyagokat nekem sokkal nehezebb megvágni, de aztán ugyanúgy rápörgök, csak szerintem borzasztó fontos, hogy így az egésznek a részese legyek. Igen, ezt mondjuk magamon is, én is tapasztaltam, hogy amikor ott van egy olyan klip, amit úgy kell megvágni, hogy nem voltam ott, akkor sokkal nehezebb, mint mondjuk azt megvágni, ahol mondjuk ott verkeztem, vagy csak elmentem megnézni. Hogyne, hát látod a folyamatát, minden ott vagy, tudod, hogy mi történt, rengeteget számít, úgyhogy nyilván ezért is szeretek mindenhol ott lenni. És ha most azt mondaná valaki, hogy az egyiket le kell adni, vagy marad a forgatás, vagy az utómunka, tudnál dönteni? Vagy? Ez borzasztó nehéz döntés lenne, nem. Igazából nem. Mind a kettő részét imádom, úgyhogy nem tudnék. És most így rátérve a szakmára, gondolom szokták klippeket nézni. Annyi, vagy nem. Szerinted mennyire van Magyarország így lemaradva a külföldi klippekhez képest? Szerintem egyre jobbak a magyar klippek, és egyre ügyesebb mindenki. És azt veszem észre, hogy ma már azért a technika is rengeteget segít ebben, hogy egyre jobb klippek vannak, mert régen, most csak egy példát mondva, amikor bejöttek ezek a stabilizátorok, régen ugye ilyen glidecam, meg flycam, meg ilyenek voltak, hát ez nem az volt az, mint ma, hogy rárakod, és akkor sokkal egyszerűbb a dolgot, hadd szóljon, hát én jártam ki napokig a parkba, és gyakoroltam, és nem értettem, hogy nekem miért nem olyan, mint a akkori nagy youtuber példaképemnek, egy Devin Supertrampnek, hogy neki hogy lehet olyan, nekem miért nem megállítottam a videót, megnéztem, hogy ő hogy súlyozza, mi a más, és egyszerűen csak gyakorolni kellett rohadt sokat. És ma meg már azért egy picit a technika fejlődésével, ugye akkor még nem is tudtuk mi az, hogy videós autofókusz, hát kimondtál egy ilyet, nem lehetett tudni, úgyhogy ott mindent régebben nehezebb volt szerintem így egyedül csinálgatni a dolgokat technikailag, mint ma. Szóval azért ma a technika is rengeteget segít, de azt kell mondjam, hogy egyre jobbak a magyar klipek, nem csak a technika miatt, hanem a látásmód minden téren, úgyhogy nagyon örülök. Tényleg tök jó, hogy ennyire fejlődik ez a dolog. Tényleg az egy ilyen örök kérdés, hogy most könnyebb elkezdeni vajon, vagy régen volt könnyebb elkezdeni, szerinted? Talán a technika miatt azt mondanám, hogy most, mert biztos vagyok benne, hogy aki ma, mit tudom én, nyomja egy motoros gimballal, és odaadnám a kezébe a glidecamet, hogy ne tessék, meglepődne. Úgyhogy ki van súlyozva, mondjuk, tegyük azt, és teljesen jó az egész. Volt is ilyen egyszer, még régen, amikor a saját cuccainkat forgattuk, és
és hívtam a Göndör Dani kollégát, hogy segítsen, és tök ügyes meg minden, de hát még nem használt soha életében ilyet, és teljesen természetes, és mondtam, hogy úgy tök jó lenne, hogyha egy ilyen snittet tudnánk csinálni, hogy így körbe mész a hize. Odaadtam a kezébe, és csak megfogta, hogy így borult az egész, pedig előtte meg én használtam, ki volt súlyozva minden. Úgyhogy most meg odaadom neki a Ronint, vagy akár neked, azért látod, hogy te is a múltkori kiforgatásnál azért oké, nincs meg még az a gyakorlat, de meg tudtad csinálni az egész dolgot, ahogy elmondtam, és nyilván ehhez is kell gyakorlat a mozgásokhoz, stb. De ha egy glidecamet adtam volna ott a kezedbe a forgatáson, akkor nyilván nem tudtad volna ezt megcsinálni, úgyhogy nyilván visszatérve a kérdésedre, ma szerintem azért könnyebb. Viszont könnyebb. Sokkal több a konkurencia. Az is igaz. Nehezebb kitűnni, nehezebb megjelenni. Az is igaz. Tényleg egyre többen foglalkoznak ezzel, és nagyon sok ügyes srác van, ami nyilván több a konkurencia, és nehéz kitűnni, de innen is látszik, hogy mennyi ügyes srácon is mennyien szeretik ezt az egész szakmát, mert tényleg egyre jobbak a klippek, amik kijönnek. És így ötletekbe, meg büdzsébe biztos, hogy le vagyunk maradva, külföldhöz képest. Tehát itt... Az biztos. Szerintem itt Magyarországon azért főleg a itt ebbe a zenei téren, ahol mi mozgunk, most csak a klipekről beszélünk, azért kevesen engedhetnek meg olyan büdzsét, ami tényleg az a külföldi szint, sőt, talán ilyen itthon nem is tudom, hogy ki az, aki megengedheti magának, de hát ilyenkor jön az, hogy a kreativitás, meg a minden más, hogy azzal tudsz kitűnni, úgyhogy talán ez az, amivel jók lehetünk, de komolyan azt gondolom, hogy már technikailag is nagyon durván jók a magyar klippek is. Hát ez még csak egyre jobb lesz. Tehát. Ez így van. És aki most kezdi, annak mit tanácsolnál így első körbe, hogyha most én leülök és azt mondom, hogy videoklipeket akarok forgatni, hogy induljon el valaki ezen az úton? Igazából azt tudnám mondani, hogy ne azért csinálják, hogy na majd én akkor ebből fogok megélni, hanem egyszerűen azért kezdjék el, mint ahogy én is, hogy imádják ezt a dolgot, és ne a profit legyen először előttük, hanem tényleg az, hogy én ezt, hogy beleszeressenek ebbe az egészbe, szóval ne azért csinálják, hogy pénzt keressenek, talán ezt tudnám mondani. Technikailag hol érdemes mondjuk nézelődni, vagy? Mert ugye én azt vettem észre, hogy van rengeteg tutorial videó, és ugye tehát próbálják ki a minél kattinthatóbbá varázsolni ezeket a tutorial videókat, és mindenféle ilyen, mit tudom, Epic B-ról, meg ilyen, egy csomó ilyen olyan tutorial videó van, ami mindig pont az alapokat hagyja ki, ami pont a lényege az egésznek, tehát az ilyen szárazabb, de nagyon fontos részek maradnak. Igen. Ki, ugye? Van egy, nem titok, én is... Van rengeteg példaképem, és van, akinek meg is vettem az online kurzusát, Parker Wolbeck egyébként, és a Devin Supertramp szárnyai alatt nőtt fel, és pedig ez nem akkor történt az elején, hogy én ezt megvettem, hanem akkor még erre nem is volt lehetőség, nagyon ritka volt az ilyen, hanem akkor mindent YouTube-ról kellett összeolózni, ha nem megakadtam, ott azért tényleg nagyon sok minden fenn van, akkor már voltak kollégák, akkor tőlük kérdeztem, ebből a szempontból szerencsés voltam, hogy tudtam kitől kérdezni. Akkoriban sokkal nehezebb volt ilyen tartalmakat találni, amikor én elkezdtem ezt az egészet, ma meg már rengeteg ilyen van, is jók, és tök jók, és ahogy visszatérve erre, én is megvettem, azt hiszem 2 éve, szóval akkor már azért szerencsére volt rengeteg munkám azért, hogy tanuljak, mert mindig úgy érzem, hogy még nem vagyok ott, ahol lennem kéne, hanem csak egyre följebb és följebb. És pont egyébként azért zseniális, az mindenkinek tudom ajánlani, mert ő a alapoktól elkezdi, szóval az, hogy milyen technikával, ott mindent meg lehet találni, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, mert zseni a csávó. És végignézted már amúgy? Az a durva, hogy nem volt idő még végignézni, mert rengeteg és folyamatosan frissülő tartalom, úgyhogy, és tényleg hosszú. Tervezem, hogy befejezem, de nagyon, ameddig eljutottam, tényleg nagyon jó az egész. Nyilván hagytam ki pontokat, és olyanokra ugrottam, ami akkor
fontos volt, de a mai napig vannak olyan dolgok, hogy onnan keresem a választ, amikor megakadok valamiben. Például vettem egy új mikrofont a kamerámhoz, és tudom, hogy ők is ezt használják, és akkor ott néztem meg, hogy ők milyen beállításokkal dolgoznak. Szóval így a mai napig használom, és tervezem, hogy eljutok a végére. Csak folyamatosan frissítik, úgyhogy elég nehéz dolgom van, de remélem egyszer erre is lesz időm. És szerinted jó kamera nélkül lehet jó videókat készíteni? Igen. Meggyőződésem, hogy többet számít a kamera mögött az ember, mint maga a kamera. Láttam már olyan filmest, aki egy sokkal gyengébb kamerával sokkal jobb dolgokat csinált, mint mit tudom én, egy full menő kamerával egy másik személy. Úgyhogy nem az számít, hogy nyilván számít az, hogy milyen felszerelésed van, de sokkal többet számít az ember a kamera mögött. Hát mondjuk igen, erre sok példa van, hogy megveszik a nagyon drága szettet, és akkor ilyen telefonos minőségű anyagot kapsz a végén, és nem érted, hogy hát hogy ne csinálják. Hogy ne. Azért mondom, hogy ez nem ezen múlik, hanem tényleg az, hogy megtanuld ezt az egészet, és szeresd, és alkos. Egyébként mondják azt, hogy ilyen kreatív szakmát választasz, akkor először ingyen kell csinálni, olyan értelemben, hogyha ingyen is szereted, és ingyen is tényleg úgy csinálod, hogy élvezed, meg szereted, meg minden, akkor utána tudod azt majd pénzre váltani. Hát, tehát, hogy... hát nekem rengeteg ilyen munkám volt, sőt, volt, hogy én fizettem rá, mert akkor még nem volt pénzem sliderre például, és akkor béreltem, olyan költségvetés volt a klipnek, vicc, egy ilyen jelképes összeg, csak hogy ne ingyen legyen, és a slider bérlés drágább volt, mint amikor például csináltam, és volt, hogy mínuszba mentem, de csináltam rengeteg ingyen munkát, idézőjelesen mondva, és nagyon vicces, mert van olyan ügyfelem, akinek úgy volt, hogy kell csinálnom egy XR kiállításon egy videót, aztán mondta, hogy mégse, és mondtam, hogy nem, én figyelj, hogy elmegyek ingyen, hogyha megengeded, és azt mondta, hogy persze, gyere. És nem is foglalkozott vele, utána így felhívott egy-két hét múlva, hogy úristen, te milyen filmet csináltál nekünk a kiállításról, és mondtam, hát nagyon örülök, hogy tetszik, de hogy ő ezt honorálna, és mondtam, hogy nem kérek érte semmit, mert ezt mondtam, hogy én ingyen elvállalom, és a mai napig dolgozunk együtt, és már reklámfilmeket csinálunk, úgyhogy tényleg kell, nem is csak azért, hogy mi lehet belőle, hogyha ingyen csinálsz valamit, hanem azért, mert hogy tényleg azért csinált, hogy ezt szereted. De rengeteg ilyen példát tudnék mondani, hogy megcsináltam egy ingyen munkát, és mi lett belőle. Valamiből nem lett semmi, de akkor se azért csináltam. Szóval így muszáj valamilyen szinte, meg visszatérve arra, amit mondtam, hogy ne, az eleinte ne azért csinálja az ember, mert hogy ebből milliómos akar lenni, hanem az, hogy tényleg szeresse ezt az egészet. Hát persze. És ahogy észrevettem, te a social médiában nem annyira nyomod magad, és reklám sincs annyira. Igen. Úgyhogy szerintem még egy HD Picture Studio reklám se jött velem szembe. Akkor így tulajdonképpen az ügyfelek az ajánlás alapján. Ne, a vicc, hogy soha életemben semmilyen fórumon nem reklámoztam magam, egyszer sem. Annyi volt, hogy megosztottam Facebookon a munkáimat. Még a mai napig nem jutok néha oda, hogy Instagramon is megtegyem, és semmi más nem csináltam, ennyi, és így szájról szájra terjedtem, és ez az nagyon-nagyon jó dolog számomra, meg nagy visszacsatolás, hogy így minden nemű reklám nélkül sikerült idáig eljutni. Hát persze, hát így a minőség beszél tulajdonképpen helyetted, mert amit leraksz az asztalra, az jó. Így van, úgyhogy ez számomra a legnagyobb visszacsatolás. Úgyhogy ez tervezem, hogy rámegyek egy kicsit jobban erre az egész marketing vonalra, mert tudom, hogy ez már elengedhetetlen, csak, és ezt beszéltük is veled, ugye, de annyira durva, hogy nincs időm erre, hogy tervezem, hogy ezt majd tényleg meg kéne csinálni, csak még egyszer nem jutottam odáig, hogy ezt is jobban nyomjam. Hát igen, ez elengedhetetlen most már, hogy ott legyen az ember. Pont a múltkor néztem, ugye én rakosgatom bele a HD Picture Studio lejátszási listára a dolgokat, és pont látom, hogy
ugye írja, hogy kirakta bele a listára, és akkor ott van a nevem végig, hogy... Igen, szóval még arról nem is beszélve, hogy a HD Pictures honlapom az szerintem el van maradva egy 3-4 évvel biztos, mert tényleg csak így pörögtek, főleg ugye a sport mellett is edzés, vágás, forgatás, edzés, stb. Meccs, ott meg aztán végképp nem volt erre időm, tényleg minden pillanatom foglalt volt, nem voltam szabad egy percre se. Most meg azt mondtam, hogy na majd, amikor a profi karrierem véget ért a vízilabdában, akkor lesz erre időm, de még most sincs, most aztán meg még inkább nincs, de nem baj, maradjon ez így, majd lehet, hogy megkérlek, hogy segítsen. És aki most így hallgat minket, és meg szeretné nézni a munkáidat, annak mit tanácsolná, hol érdemes nézelődni? A Facebookon a HD Picture Studio oldalt keresik fel, mert ott viszont tényleg mindent kirakok. Nem nyomok ott se semmit, meg csinálhatnám jobban, hogy forgatásokról verk, vagy bármi ilyen hatásvadászabb dolog, de eléggé száraz az oldal, annyi van, hogy az új munkák sorban, viszont ott fel van minden, úgyhogy azt tanácsolnám, hogy aki rám akar keresni, az ott tegye. Jó, úgyis a show notes-ba majd rakunk linkeket, aztán ott lesz minden. Meg külön van neked ugye az esküvői. Igen. Dolog is. Van egy esküvői oldalam, az pedig a davidhőna.hu. Ott valamilyen szinten úgy gondoltam, hogy ezt külön kell választanom ezt a kettőt, a videoklipek, a reklámok és a rendezvényeket az esküvőktől, mert nagyon más szerintem. És hogyha valaki egy pár rám akar találni, akkor ne az legyen, hogy böngésznie kelljen az oldalon, hogy itt egy klip, ott egy klip, ott egy esküvő, jó, hanem ezt valahogy így ketté akartam választani ezt a dolgot. És ha így megint csak ilyen éles kérdés, hogyha valaki azt mondaná, hogy vagy a klipek rendezvények, vagy az esküvő, akkor... Ott se tudnék választani. Nagyon más egy klip, egy rendezvény, egy reklám, vagy egy esküvő. A esküvőket azért imádom, mert az egész hangulatát, tehát a saját esküvőmet is imádtam, és fantasztikus élmény volt, és ott egy picibe átélem mindig, amikor esküvőre megyek ezt az egészet, meg imádom az egész környezetet, hogy mindenki boldog, és hogy ott tudok igazán olyat alkotni, amit egy klipben nem biztos, hogy meg tudnék tenni, mert azért egy dal adott, ugye, vagy egy még ha forgatókönyv nem is, de azért a dal a kiindulója egy klipnél mindig a dolognak nyilván, és ott azért az valamennyire köt. Viszont egy esküvőnél ott meg annyira szabadjára tudom engedni a fantáziámat, így főleg utómunkában, mert ott megtörténnek a dolgok, de hogy azt mivé varázsolod, hova teszed az érzelmi pontokat, mi a jéghegy csúcsa, ott tényleg te irányítasz mindent, és ezért szeretem azt a részét, mert az iszonyat kreatív munka. Egy rendezvény is kicsiben talán ilyen, úgyhogy nagyon más a kettő, de mind a kettőt imádom, és a kérdésedre válaszolva itt se tudnék dönteni, mert tök más, és tök jó, hogy benne vagyok mind a két, vagy három, vagy négy, nem tudom hány világ ez, de jó, szóval mindegyik másért jó. Tehát tulajdonképpen ez is külön sokkal szabadabb utómunkába. Így van, sokkal, ja. És több interjútban említetted régebben ezt a rapstar életérzést, így a zenei interjúkban, és most megvan ez az operatőr, vagy vágó, vagy filmes életérzés, amikor mész mondjuk egy forgatásra? Meg, abszolút. Nagyon szeretem, mert tudom, hogy ott valamilyen szinten azért én irányítom a dolgokat, és úgy hallgatnak rá, meg figyelnek meg hát nyilván az alapja, hogy ott legyek egy klipnek, úgyhogy imádom ezt csinálni szintén, úgyhogy megvan ez az érzés, de nem is az, hogy én, hanem hogy úgy együtt dolgozunk és alkotunk valamit, inkább az érzés, ami jó. És ugye stábba is szoktad nyomni az hát, a jobb, amikor egyedül mész, vagy az, amikor stábba legyen? Hát ez is más, mert nyilván kisebb projekteket azokra szoktam egyedül menni, de félre ne ért és ne esik, kell a stáb, és fontos, és nagy jelentősége bír, hogy mindenki csinálja a saját feladatát. Viszont ellenbeszélve magamnak, rengeteg dolgot csinálok én egyedül, és sokszor már látom is, hogy sok, amikor én csinálom a világosítást, én rendezek, én vagyok az operatőr, úgyhogy nyilván itt is
bejön a költéghatékonyság, mert amikor van egy büdzsé, van, amikor nem engedi meg azt, hogy erre elhívjak embereket. Közben meg tudom, hogy az a jó, és én is ajánlom, hogy ez a jó, mert ez oké, hogy valamilyen szinten mondhatom, hogy értek mindegyikhez, de például olyan, hogy ki az a lámpa, nem úgy áll, és akkor felrohanok a kamerától, ti úgy álljatok, szóval így mindenre figyelni, egyébként iszonyat stresszes, meg rengeteg odafigyelést igényel, és egy ilyen forgatás után úgy megyek az, hogy úristen, mi volt. Szóval nagyon jó stábban dolgozni, egyedül is szeretek egyébként, de nyilván van, amikor a költéghatékonyság miatt kell, hogy így tegyek, de egyébként mind a kettőt élvezem. Szeretek irányítani egyébként úgymond én mindent, de jó, hogyha azért ebben van segítségem, nagyon sokat könnyít a dolgon. Tehát a nagyobb ügyé lenne tulajdonképpen, akkor bővülne még így a... Igen, és mondhatom, hogy így az évek alatt ugye, hát veled dolgozom rengeteget, ugye Göndör Dani kollégámmal minden esküvőt vele csinálok, illetve Lencsér Laci kollégámmal is megyünk akár rendezvényekre, akár őt szoktam magam helyett küldeni, hogyha én nem tudok elmenni. Te is ugye eljössz velem a forgatásokra, rengeteget segítesz bármiben, úgyhogy igen, kérdésedre válaszolva, igen, kell bővülni, meg muszáj, mert egyedül tényleg nem lehet ezt bírni, hogyha eljutsz egy bizonyos szintig. Úgyhogy, hogyha, meg már te próbálom is ezt átnyomni az ügyfeleknek, hogy igen, kell valaki, csak nyilván ez a büdzsé kérdés is. Hát persze. És elismerések jöttek már úgy, tehát hogy volt ugye ez a Karinti díj, az is már ilyen videós elismerés volt, de hogy azóta volt valamilyen kézzel fogható díj, vagy ha nem volt, akkor van-e olyan, amit így tök büszke lennél arra, hogyha mondjuk így megkapnád, vagy elérnéd, vagy ilyesmi? Igazából nem volt. Nekem az bőven elég elismerés, hogyha az ügyfelek elégedettek. Nekem talán ez a legnagyobb elismerés. Lehetett volna díj, nem tudom, de sose, amikor láttam ilyen lehetőségeket, sose indítottam egyetlen egy munkámat se, vagy egyszer se jelentkeztem ilyesmire, hogy akkor én most ilyet szeretnék csinálni, vagy fogok, mert nem volt rá időm szintén. Lehet, hogy tök jó lett volna, meg láttam olyanokat, amit meghirdettek, hogy ezt tök szívesen csinálom, csak egyszer nem volt rá időm, úgyhogy lehet, hogy lehetne, lehet, hogy nem, fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy még nem volt ilyen, de nekem az bőven elég elismerés, hogyha az ügyfelek mosolyognak és elégedettek. Egyébként ez jó, mert az is könnyen vezethet így a kiégéshez, ha ilyen hamis célokért mész, mondjuk ilyen díjakat szeretnél nyerni, és akkor mondjuk nem jön össze, vagy megnyered, és utána kell még egy, ez ugyanaz, mint a social media is, ugye azt sem nagyon használod, és az is szerintem segít ebben, hogy ne ég ki, mert nem követsz ilyen ábrándokat, hogy most 1000 like legyen a posztodon, meg ilyenek, szóval ez is tök jó. Hát valamilyen szinten ez sosem érdekelt, meg sosem ezért csináltam. Nyilván jó esik, hogyha valamelyik munka, vagy bármi több like-ot kap, mert akkor láttam, hogy az jobban tetszett az embereknek, de igazából sosem ezért csináltam, hanem aki megbíz valamivel, annak úgy megcsináljam, hogy elégedett legyen, mindig ez motivált. Eddigi legnagyobb ügyfeled, hát... ki tudnál így emelni? Tudom, hogy amúgy nehéz így kiemelni egy legnagyobbat, vagy legnagyobb projektet is kiemelhetsz, inkább, hogyha inkább van ilyen... nem is embert mondanék, mert számomra nincsen különbség, amit mondtam is. Igen, ezért mondom, hogy nehéz így. Bárki, ha odajön, tényleg nevek nélkül, bárki, aki engem megkeres, ugyanúgy fogom kezelni őt, mint akár egy nagy sztárt itthon, mert számomra nem ez a fontos, hanem azért keresett meg, mert olyan munkát szeretne kapni, amit látott, úgyhogy nem tehettem meg azt, hogy különbségeket tegyek, úgyhogy mindenkinek ugyanúgy csinálom meg a munkát, mint hogyha az a nem tudom mi lenne, de a projektet ki kell emelnem, akkor inkább a reklámot mondanám, hogy most már csináltunk a Aston Martinnak reklámfilmeket, csináltunk most a BMW-nek reklámfilmeket, ezek ilyen elég durva projektek voltak, úgyhogy ezeket, amit így most ki tudnék emelni, klipek közül nem tenném az előzőek miatt, amit mondtam, de ott is vannak nyilván nagyobb, meg kisebb projektek, de mindegyiket imádom, mindig az aktuális számomra a legjobb. És van olyan projekt, amire így
vagy olyan helyszín, vagy olyan rendezés, amire azt mondanád, hogy akár ingyen is mennél. Tehát ha valaki most így felkeresne, hogy figyelj, lenne egy ilyen forgatás, akkor hogyne, lenne hogyne. Olyan, amire azt mondanád, hogy figyelj, megyek, ha kell, fizetek érte. Hogyne. Szerencsére már forgathattam külföldön, de vannak ilyen álom helyszínek, ahova szeretnék eljutni, és ha nekem azt mondaná valaki, hogy figyelj, Amerikába kéne forgatnunk, vagy Hawaiian, azt mondanám, te jó, menjünk, csináljuk, hát én lennék a legboldogabb, hogy persze, nem is kérdés. De most csak mondtam két példát, de rengeteg ilyen van, úgyhogy persze, mennék. És olyan előadó, aki még nincs rajta a listán, nem tudom, hogy van, kimondhatjuk-e, mert én tudom. Csak hogy... Hát nem tudom, hogy kimondhatjuk-e én se. De akkor leszögezhetjük, hogy van ilyen előadó, akinek még nem forgattál, viszont van a vakancs listán, igen, van. Nem tudom, kimondhatjuk, te mondunk. Hát, te tudod, hogy vállalod. Hát nekem, én vállalom, ez mindig is nyíltan vállaltam, hogy én a BSV-t imádom, és megvan az összes lemezük, és a mai napig pörgettem a zenéjüket. Találkoztam is velük, csak így futólag, és nagyon jó fejsrácok voltak, és nyilván ebből kiindulva, hogy nagyon szerettem, amit csinálnak, tök jó lenne nekik forgatni. Nyilván nekik megvan az, hogy kivel forgatnak, és imádom is a Horváth Csaba munkáit, egyébként meg a Lehó Daniét is, mert így együtt mozognak, úgyhogy ők a BSV velük forgat, és nyilván ha meg vagy valamivel elégedve, amit én is mondtam, akkor miért váltanál, szóval, de hát, ha úgy hozza egyszer a sors, hogy eljutok egy olyan forgatásra hozzájuk, úgyhogy meglátjuk. És így a szakmán belül most említettél több nevet is, így mindenkivel jóba vagy, vagy vannak esetleg olyanok, akikkel mondjuk így beszélő viszonyban is vagy, mondjuk? Igazából én inkább úgy mondanám, hogy nem is az, hogy jóba, hanem ismerek mindenkit. Én senkivel nem vagyok rosszba, sőt, nem is tenném, mert mi értelme lenne. Szerintem mindenki csinálja a kis dolgát. Sose voltam, még amikor zenéltem, akkor is mentek ezek a nagy bífek, meg én sose voltam ilyen. Mindig csak csináltam a kis izémet, soha egy rossz szót senkire nem mondtam, ezt most se teszem. Szerintem mindenki csak csinálja a kis dolgát. Nyilván van, akinek a munkáját jobban elismerem, és iszonyatosan tetszik, és inspirál, és tök jó, és van, aki meg csak csinálja a dolgát, és ismerem, és nincsen semmi baj ezzel. Szerintem ez egy olyan szakma, hogy mindenki döntse el, kivel szeretne dolgozni. Én csak csinálom a dolgom, úgyhogy nem vagyok rosszba senkivel. Na hát ez végül is tök jó, meg hogy így követi, gondolom, mindenki mindenkinek a munkásságát. Hát, persze. Úgyhogy ez tök jó. És most elmondhatjuk igazából, hogy egy ilyen karriernek a tök jó időszakában vagy, tehát hogy tulajdonképpen karriert csináltál ebből, és hogy lehet-e még feljebb menni? Hogyne, hát ez nem is kérdés. Szerintem sose leszek ott, amit szeretnék, mert nincs. Szerintem ez egy olyan szakma, ami nincsen top, jó talán van, ha nyersz egy Oscar, de egyszerűen nem, hanem mit tudom én, hát nekem nagy álmom egy ilyen nagy filmprodukcióban részt venni, ehhez még nem volt szerencsém. Szóval itt én azért közel se, sőt, de hogy vagyok én a csúcson, sőt, hol van még a vége? Nem, azt nem mondtam, hogy a csúcson, csak nem, egy elég nem, jó nem, karriernek nem. A... Igen, de még nem érzem azt, hogy ez a vége lenne, és rengeteg tervem, álmom van, úgyhogy ezen dolgozom, és nyomom tovább ezerrel. És ilyen CEO szerep, gondolom, soha nem fog játszani, hogy van már egy csapat, mondjuk, aki kiküldesz, ők leforgatnak egy klippet, aznap még ugyanúgy van egy másik csapat, akit kiküldesz, meg még te is kimész forgatni egyet, és akkor mondjuk 3 HD Picture Studio klip készül egy nap alatt. Hát nem sajnos, vagy sajnos, amit mondtam is, hogy már vannak ilyenre példák, hogy amikor én nem érek rá, akkor más küldök magam helyett, de ez főleg inkább a rendezvény vonalon megy, vagy hát igen, inkább főleg a rendezvény, mert klipeket nyilván próbálom úgy rakni, hogy én is ott legyek. Az fura lenne számomra, hogy egy klipet valaki más csinálna meg helyettem az én cégem neve alatt, de van már ilyenre példa,
lehet, hogy egyszer eljut a cég erre a szintre, mert azért az már olyan elismerés lenne, hogyha tényleg mindenki téged akar, és akkor szelektálni projektek között, de valahogy ez hozza is magát, mint ahogy már ez látszik, hogy van, amikor már tényleg nem tudok egyszerre szétszakadni és ott lenni mindenhol, úgyhogy ha szeretném, ha nem, valószínűleg, ha bővül a cég így, meg ezen a szinten folytatódik a dolog, akkor lehet, hogy lesz még ilyen is, és még ez a pont is eljöhet. Nyilván valamilyen szinten szeretném is, meg nem is, de hát nem tudom, ez majd a jövő zenéje. Jó lenne mindenhol ott lenni, meg ha nem kéne aludni, de sajnos ez nem működik. És van ilyen, tudom, hogy annyira gyorsan változik egyébként a világ, hogy így lehetetlen belülni, hogy mit fogsz mondjuk 5 vagy 10 év múlva csinálni, de vannak ilyen 5-10 éves nagyobb tervek, hogy hova szeretném mondjuk eljutni, vagy mi az a mérföldkő, amit így át kéne lépni? Igen, amit mondtam is, hogy szeretnék majd egyszer ilyen nagy filmben részt venni, olyan szinten, hogy akár a kicsibe is, szóval nem az, hogy én legyek a rendező rögtön, vagy az operatőr, mert nyilván ez nem így működik, hanem bármi, akár segíteni valamiben. Idáig volt már rá lehetőségem, csak a sport mellett nem tudtam ebben részt venni, mert azért egy ilyen forgatás az sok időt igényel, úgyhogy ez még nagy terv, nyilván utána följebb, hogy komolyabb szerepet ilyenben vállalni, illetve szeretném magamat elkezdeni hirdetni is, amit beszéltünk is, mert itt tök jó ez a rengeteg munka, de például az esküvőkben, abból még többet szeretnék csinálni, és ott se ugye hirdettem magam soha, mert az is egy tök jó szakág. Nem tudom, hogy lesz majd erre időm, de annyira szeretem azt a világot, és nyilván a legtöbb részét a klipek teszik ki a munkásságomnak, és szeretnék nyitni más felé is, hogy abból is legyen még több. Ugye most egyre több reklám is kezd bejönni. Úgyhogy így mindent szeretnék szépen építeni, és nem is tudnék dönteni, hogy melyik legyen a domináns, hanem minél több munka jöjjön, úgyhogy ez még a távlati terv. És még olyan kérdéseim vannak igazából, hogy mondtam, hogy beszélünk majd erről a C-ról nevezetű dologról, hogy ugye van a filmes szakmában az A-ról, meg van a B-ról, és a C-ről egy olyan kifejezés, amit az egyik ilyen youtuber tartalomgyártó srác talált ki, hogy azok a felvételek, amik ugye nem az ügyfélnek mennek, nem azért készített, hogy mit tudom én, mondjuk Instagramon sok lájkot kapj rá, vagy YouTube-on rákattintsanak, hanem azokat itt csak magadnak készíted, és ugye nem publikálod sehol. Neked vannak-e ilyenek, vagy szoktál-e úgy videózni, hogy tudod, hogy ez nem lesz kirakva, vagy nem lesz berakva videóklipbe, vagy ilyesmi? Igen, szoktam. Pont most volt egy ilyen példa, kint voltunk barátainknál Németországban, és vittem kamerát, mert általában velem van, és elmentünk egy kialudt vulkánhoz, és wow. Tudtam, hogy oda fogunk menni, és egyszerűen ezt filmesként nem teheted meg, hogy nem csinálsz belőle valamit, és ez nem fog sehova kimenni, de felvettem, és jó, nyilván nem csináltam még belőle semmit, de felvettem, mert nem teheted meg, hogy nem, és csomó ilyen hely van, hogy egy szép helyre eljutok, akkor az arról csinálok valamit, mert a mai napig azért csinálom, mert imádom ezt az egészet, úgyhogy nincs ilyen, hogy nem viszek kamerát, mert már nem akarom a kezembe fogni, hanem akkor is, ha látok valami szépet, akkor azt elveszem, hiába tudom, hogy ebből lehet, hogy nem lesz semmi. Tehát akkor simán egy naplementét is akár. Hogyne, hát imádom a naplementét. Akkor ez így jó. Ja. És én mit gondolsz arról, hogy annyira felgyorsult így a világ, ugye te folyamatosan tulajdonképpen tartalmat gyártasz más emberek számára is, és hogy annyira felpörgött a világ, hogy szinte már így lehetetlen maradandót alkotni, ilyen hatalmas dolgokat, amiket így megjegyeznek az emberek, és hogy mi erről a gondolatod? Igen, most ha csak a klipeket veszük például, rengeteg klip jön ki, akár egy napot veszünk, vagy egy hetet, szóval így próbálok én is mindent megnézni, mert hogy képben legyek, és tök jó, meg tök szép, meg minden, de ritka az, amit megmondom őszintén, úgy végignézek, hogy bólogatok, hogy az igen, biztos sokan vannak így az én munkáimmal is, mert ez természetes, de van, tényleg nagyon nehéz lekötni már egy nézőt, és talán a kreativitással, talán
talán nem is tudom mivel, de valamilyen szinten erre kell törekedni, mivel azért csináljuk ezt az egészet, ne azért, hogy átfusson, hanem hogy megfogd a nézőt, azért nézünk egy jó filmet, mert élményt ad számunkra, és ezt szeretném én is mindig átadni, hogy valamit nyújtson a nézőnek, hogy ne csak az legyen, hogy jó van, hanem vagy látványban, vagy kreativitásban, vagy rendezésben, vagy forgatókönyvben, hogy így odaragazd a képernyő le, és a végén meg legyen a hűha élmény. Tehát válaszoltál is amúgy egy kérdésre, amit így elfelejtettem feltenni, hogy mi az, ami még most így motivál így, de ezt most megválaszoltad. Hát ez is, plusz az új dolgok, meg amit mondtam is, hogy a határaim feszegetése. Most megírtam egy srácnak még név nélkül egy olyan forgatókönyvet, hogy így ez a hűha, meg tudom-e, vagy meg tudjuk-e csinálni, mert azért ez már kicsit elmegy a film irányába, és komoly szervezést, rendezést, kellékeket, mindent igényel. Úgyhogy de ezektől a feladatoktól érzem azt, hogy csinálni kell, és menni tovább, hogy nem az a x-edik ugyanaz a klip, hogy jó van, megcsináljuk, aztán hagy szóljon, hanem tényleg olyan szintre jutni, hogy nagyobb dolgokat csinálni, és a határaimat kitolni, úgyhogy ez a cél. Van-e még valami gondolat így, amit így utószónak itt hagynál, bár ez is tök jó volt egyébként ez a gondolat? Hát igazából szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott, hogy erre a szintre eljuthattam, mind a családomnak, a feleségemnek, az összes kollégának, bárkinek, akár neked is, úgyhogy Zsolti bácsinak is természetesen, mert zene nélkül nem találtam volna meg a filmezést, úgyhogy talán ez zárásnak ezt tudnám mondani. Köszönöm mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És nektek pedig köszönjük, hogy végighallgattátok ezt a, nem is tudom, milyen hosszú lett a podcast epizód, úgyhogy tudtok mindenféle fórumon követni, Spotify-on, iTunes-on, az összes helyen, illetve ugye a Dávid elérhetőségeit és munkáit megtaláljátok a leírásban, úgyhogy akit érdekel, az nézzen szét, és hát remélem majd még egyszer, még egy év múlva mondjuk összeülünk megint egy ilyen helyzetjelentésre. Úgy legyen, köszönöm szépen. Én is. Sziasztok! Sziasztok!